és Dávid megy, és Dávid vezet. Legalább 30-40 centivel Litchfield előtt csak kell bírni a végét. Még van egy tenyérnyi előny, és verrasztó Dávid ebben a pillanatban. 4-10-65-tel Európa bajnok. Verrasztó Dávid augusztusban Glasgow-ban pályafutása során harmadszor is Európa bajnok lett 400 méteres vegyes úszásban. Első kontinens bajnoki címét szerezte viszont ferencvárosi sportolóként, amellyel neve örökre felkerült a klub dicsőség tablójára, a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Nálunk szokás, hogy a Ferencváros Európa világ és olimpiai bajnokai egy fölkerülnek a márványtáblánkra, és Dávid is felkerült, és így a Ferencváros örökké valóságába lépett be. Reménykedünk abban, hogy ugye úgy indult, hogy 2000-2008, ott 8 évet kellett várnunk, utána 6 évet kellett várnunk, 2008-tól 2014-ig, amikor a Bácsi Peti nyert EB-t, most csak 4 évet kellett várnunk, tehát remélem, hogy ez mindig elfelezzük a távolságot, és akkor legközelebb 2 év múlva újra itt állhatunk, és egy újabb sportolón kerül föl erre a dicsőségfalra. Kiválóságunk nem csak ezzel írta be magát a történelem könyvekbe, hanem azzal is, hogy 400 vegyesen a legidősebb világversenyt nyerő sportoló lett. Jani, erre nem is számítottam, nem is történt vele még soha ilyen, úgyhogy hát fura, meg vagyok lepődve, de hát nagyon örülök neki, tényleg most már nem tudnak letagadni. És azért ezt ferencvárosi színekben érted el. Így van. Mikor először jártam itt jó pár éve, akkor nem gondoltam, hogy ez elő fog fordulni velem, akkor még nem itt úsztam. Úgyhogy hát ezt hozta az élet, és nagyon örülök neki tényleg. Itt az előbb volt egy olyan felvetés, hogy folyamatosan csökken a két ferencvárosi Európa-bajnoki cím között eltelő idő. Hogyha minden jól megy, akkor most a sorminta szerint 2020-nak kéne készülnie. Hogy érzed, annak még neki tudsz menni akár te is? Hát biztos, hogy ott leszek, úgyhogy remélem a negyediket is sikerül megcsinálni, bár hát egyre nehezebb szerintem, minél jobban telik az idő, de hát reménykedem benne. Annál is inkább, ugyanis a 2020-as Európa-bajnokság házigazdája Budapest lesz.